Üdvözöllek titeket a Horvát Rezidencia csatornáján. 2021. augusztus 7-e van. Reggel, már nem is tudom mennyi az idő, szerintem egy olyan 7:30, 8:45 környékén. És most kanyarodtam rá pont nemrég a 63-as főútra, Szekszárdot hagytuk el, és Székesfehérvár irányába megyünk, a balatoni átúszás rendezvényre. És ez az útszakasz, ahol most járunk jelenleg, pontosan ezen az útszakaszon tekertem fel a Linkin Bicajjal, ugyanúgy az átúszásra, 2014. július 18-án. És ja, hát ez most ez egy ilyen nagyon nosztalgikus kis utazás. Ja, hát igen, eredetileg július 31-én lett volna az átúzás megrendezve, de ugye az időjárás ugye azt mondta, hogy okosak legyetek, úgyhogy nem lett megtartva, és eltolták egy héttel, és így augusztus 7-ére tolódott. Ugye az előző Ollirec videómban ugye említettem, hogy ugye menni fogok rá, hát mindenféleképp megyünk csak egy hét csúszással. Természetesen ugye, hát ez is most egy élménybeszámoló videó, az is lesz majd, hogy be fogjuk mutatni, hogy ez a Révfülő Balatonboglári szakasz, ez mennyit is változott 2017 óta, mert akkor voltam ott ugye legutóbb, 4 éve, és ugye harmadik alkalommal fogom átúszni a Balatont, szóval mindenféleképp egy izgalmas napnak nézünk elébe, úgyhogy majd később majd jelentkezünk, majd talán a Balaton előtt, vagy hogyha valami érdekességet látni fogunk ezen a nosztalgikus útszakaszon, hogy 7 év után újra itt fogunk eljutni a Balatonig. Ez az útszakasz, ami most megyünk, egyébként a Nagy Dorog, nem, Sárszentlőrinc, vagy hogy hívták a település nevét, meg Simon tornya között hagyunk most lépés. Ez a tükörsima aszfalt, ez olyan egyenes volt, mint hogyha körülbelül az ember a Need for Speed Undergroundba menne vissza ilyen gyorsulási versenybe. Ezt tisztára így el tudtam volna képzelni egy gyorsulási szakasznak. Rohadt jó volt, és csak mi voltunk az útszakaszon, senki más. Rohadt jó volt végigvezetni. Most meg átmentünk a finnországi rally pályára. Tiszta finnországi, abba volt, vagy a nagy-britanniai Colin McRae rallyba volt ilyen pár, de ugyanígy nézett ki. Thank you.
Most van augusztus 8-a, vasárnapi nap. Megyünk haza éppen, Siófokot elhagyva, Bajára. 65-ös számú főúton vagyunk éppen, azon az útszakaszon, ami 2014-ben megtettem biciklivel, tehát ugyanígy innen mentem haza. És nagyon nagy nosztalgia faktor kapott el engem megint, hogy errefele jöttünk, és hát igen, változtak a dolgok 7 év alatt például, Siófokot elhagyva, volt már egy bicikliút kiépítve, mondom így, azos 7 évvel ezelőtt rohadtul nem volt még itt semmilyen kerékpárút, szóval tök jó, de meg itt is most kerékpársáv is ki van már így építve. Úgyhogy azért változtak a dolgok tényleg, nagyon sok szempontból 7 év alatt. Már röviden a lényeg a Balaton átúszással kapcsolatban, hogy így friss élményekkel, meg itt szénnéget nyakkal, meg fejjel, meg mindennel, meg izomlázzal a karomba, így elmondva, hogy jó volt, szép volt, jó volt, így harmadik alkalommal teljesíteni ezt az 5,2 kilométeres távot. Viszont hát az időben igazság szerint nem sikerült javítanom, sőt 4 perccel hosszabb lett, mint ami volt 2017-ben, mert akkor is ugyan 2 óra 10 percet úsztam, most meg 2 óra 14 perc lett, és igazság szerint nem meglepő ez az eredmény valamilyen szinten, mert nyílt vizen gyakoroltam Baján a Csugovicába, viszont az a baj, hogy nem fektettem elég energiát bele ebbe az egészbe. Ezt úgy értsétek, hogy a heti egy alkalommal, nagyon durván 2 alkalommal úsztam, és nem ilyen durván ilyen fél órákat gyakoroltam. Tehát beállítottam, vettem egy ilyen kis időzítő karórát, vízállót, beállítottam 30 percre, és akkor 30 percen keresztül így bójákat, így 3 bójánként így oda-vissza így úszkálgattam, és hát sajnos ez van, nem sikerült javítom az időmön, úgyhogy, de úgy vagyok most ez az egésszel, hogy örülök, hogy sikerült még továbbra is teljesíteni, így most már 30 évesen, sőt, nem is szeretném ezt befejezni, hanem próbálnám ezt a saját magam által kialakított ezt a kerékpárútos biciklitúrás hagyományt folytatva, ezt a Balaton átúszást is szeretném most már évente mindig megcsinálni, szóval jövőre 2022-ben is szeretnék sort keríteni erre az egészre, úgyhogy, mert úszni azt mindig szeretek, meg egyébként tervben van egy nagyon nagy projekt, úgymond egy sportolós, kecsküléses projekt, ami igazából triatlonosoknak van kitalálva inkább, vagy ezt úgy értem, hogy akik jól tudnak futni, biciklizni, úszni, hát azoknak nem lehet ugye ismeretlen, meg szerintem másoknak sem, hogyha elmondom ezt az Ironman távot, hogy miből áll. És ez egy eléggé egy nagyon durván ember próbáló feladat, erre szeretnék majd a jövőben majd rágyúrni, úgymond, mert ugye ez az Ironman-es táv, ez annyiból áll, a fél Ironman, hogy úszással kell kezdeni, ha jól emlékszem, 1,9 km úszás, utána 90 km bicikli, és egy fél maraton, tehát 21 km, de ez most ilyen pillanatban nem tudnám teljesíteni ezt a távot, erőnlétileg. Az úszás meg a kerékpározás része menne távba, a futásnál elhasalnék, az biztos, saját magam képességét ismerve jelenleg, úgyhogy majd a közeljövőben, majd ha nem is jövőre, majd de pár éven belül ezt mindenféleképp ezt meg szeretném csinálni. Az átúszáson meg annyit, hogy tényleg sikerült, most pedig megyünk haza, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok az élmény beszámoló videóban. Legközelebb találkozunk, lehet akkor már egy teljesen más projekttel vagy műsorral fogok készülni nektek. Tartsatok velem legközelebb is a Horváth Rezidencia csatornán. Úgyhogy jók legyetek, kitartást, sziasztok!